Lőcze Tibor igazgató elmondta, a már hagyománynak tekinthető rendezvényen a tanulók sokféle tevékenység közül választhattak. A programok nagyon színesek, igazából ennek a diáknak már nagyon nagy hagyománya van. Valójában tavasszal szoktuk a tavaszi szünet előtt megrendezni, de most az időjárás sajnos ezt nem tette lehetővé, úgyhogy most az év vége felé csúszott egy kicsit. Nagyon kényelmesen vagyunk most így mi tanárok, mert a diákjaink nagyon kreatívak, és gyakorlatilag mi csak ilyen koordinációs és támogató szerepet töltünk be. Rengeteg színes program van, az új zenekarunk most fog debütálni, a diák zenekarunk, ezen kívül palacsintasütés, autós találkozó, különböző sportprogramok, szabadulószoba, ezek mind olyanok, amik a diákok szerettek volna, és ők állították össze. Az önkormányzat lehetőséget biztosított az iskolának arra, hogy az intézmény melletti parkolót igénybe tudják venni, ahol egy autós találkozót szerveztek. Többféle gépjármű felsorakozott, volt, amelyet kézzel készítettek. Ezen felül volt kötélhúzás, focikupa, kutyás bemutató, valamint egy diákokból álló zenekar is debütált. Körülbelül egy olyan 3-4 hete alakultunk meg. Az volt a terv, hogy erre a diák napra, de aztán utána tovább gondoltuk, szóval együtt is maradunk igazából utána. Az együttes sokféle zenei műfajt képvisel. Igazából, hát legfőképpen rock, de igazából mindenféle stílusból válogattunk. Van rock and roll, rock, metal, hát kicsit mulatósabb is van benne, hogy... Pintér Lili Élet az autizmussal címmel tartott előadást, betekintést engedve ezzel az életébe. Előadó vagyok, aki már harmadszorra jön előadást tartani ide az Apácaiba, így az autizmusról, amit az OutTalent 2023 nevű pályázatprojekt keretein belül tudtunk megvalósítani, és az előadás célja az, hogy ezeket a sztereotípiákat, amik az autizmussal kapcsolatban felmerülnek, azokat így eltöröljük, és ezeket a saját történetemen, eredményeimen, álmai megvalósításával szemléltetem a fiataloknak, és motiválom őket arra, hogy éljenek az álmaikért, és ne adják fel. Már rutinosan szerepet vállalok benne, ugyanis ez már a 10. alkalom ebben az évben. Már több iskolában is jártam az SZC-nek az iskoláiban, és így a történetemet mesélem el nekik a kiskoromtól kezdve, hogy most hova jutottam el, a verseimmel próbálok nekik betekintést adni a másságba, a különlegességbe, és hirdettem nekik, hogy az autizmus ugyanúgy, mint az ADHD, az SNI, és minden egyéb neurodiverzitással élő gyermeknek az állapota az nem betegség, hanem egy adottság, mert az adottsággal születni kell, és ezt nem mi válogatjuk, és a mi feladatunk az, hogy megtanuljunk vele élni, és a mi döntésünk az, hogy így a sztereotípiákkal teli világban így megtanuljuk azt, hogy eltapossuk ezeket, és a mi döntés persze a miénk, hogy hagyjuk, hogy a sztereotípia minket taposson el, vagy mi tapossuk el a sztereotípiákat. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam, ráadásul, ha mondhatnám így, rajongói leveleket is kaptam, ráadásul innét az Apácaiból, és azt szeretem nagyon ebbe az előadásba, hogy felnőttek és gyerekek is jöttek, ölelgettek, gratuláltak, tehát rengeteg kedves embert ismertem meg, és az előadásnak pont ez volt a célja, amit persze édesanyámnak köszönhetek, mert ő hirdette, és mondta, hogy ebbe menjünk bele, és az volt a legnagyobb célja ennek az előadás sorozatnak, hogy szerezzek új barátokat, így könnyebben ismerkedjek a velem egykorúakkal, vagy esetleg fiatalabbakkal, idősebbekkel, és a célját el is érte ez az előadás. Tehát rengeteg mindenkinek sikerült megváltoztatni a nézőpontját, sikerült sok olyan emberrel találkoznom, akiknek ugyanaz az érdeklődési körük, mint nekem, és motiváltam őket, mert én is olyan kis furcsa gyermekként kezdtem, akit kirekesztettek, és hát így az óvodás korszakomról se tudok túl boldogan beszélni, de a legjobb az, hogy múlt időben, és hogy másoknak is tudom azt hirdetni, hogy ez teljesen normális, és hogy nem vagyunk egyedül, és jó érzés, hogy így megtalálom azokat, és ők is megtalálnak engem, akiknek szüksége van rám, meg nekem is rájuk. Úgyhogy nagyon sokat segített ez nekem. Úgyhogy innét is megköszönném anyukámnak, hogy,
és mamámnak is, hogy segítettek ebbe belemenni, és hogy a mai napig támogatnak ezzel kapcsolatban. A kutyás bemutató alkalmával a helyi oktató tartott gyakorlati szemlét a diákoknak, ahol többek közt megnézhették, milyen képzésben vesznek részt a rendőri, illetve katonai szolgálatot végző ebek. Emellett többen részt vettek a főzőversenyen, voltak, akik csilis babot készítettek, egy másik csapat bográcsában pedig pörkölt rotyogott. Hát most egy vegyes disznópörkölt, egy kis lapocka, meg egy kis szomb lesz benne. Hogyan készül? Hát sima hagyma alapon, tehát nem lecsolapozunk. Hagyományos pörkölt lesz. Én személy szerint kötélhúzásra megyek még, de mivel itt én figyelek, ezért... Nagyon nem, de az osztály többi része lent van a focin, szabadulószobán vagyunk, tanárismeretségi papírt is töltjük, úgyhogy nagyjából amin lehet oda elmentünk. Nincs tanulás, hamar végzünk, én Pécsi vagyok, minden a bejárok, úgyhogy nekem ez fontos, hogy hamarabb végezünk, mert én mulattal járok, de legalább együtt van a csapat, lehet ilyeneket csinálni, mindenki együtt van. Úgyhogy kicsit összekovácsolódik a csapat, ha évközben nem is annyira. A remek hangulathoz nagyban hozzájárult az intézmény közösségépítő szerepvállalása is.